élek csapatokat küldene a NATO Ukrajnába? Vagy ez csak a francia elnöknek a vágyálma? És hol van a magyar érdek? Ukrajnában teljes felosztás, vagy csak egy katonai vereség? Ez itt a válaszcsapás velem, Barsa Gáborral, és légy szíves, iratkozz fel a Youtube csatornánkra is, illetve ajánl fel 1%-át a 64 Vármegy Ifjúsági Mozgalomnak az Azonosságtudat Alapítványon keresztül. Kezdünk! Ugye ismert a helyzet az orosz-ukrán fronton, Ukrajna nem csak lőszer küzd, nem csak hadi anyag küzd, hanem ember is. A Times megállapítása szerint az átlag életkor 43 év az ukrán hadseregben, hát ez eléggé magas számnak tekinthető, nem fiatal emberek harcolnak már a hadseregben, ugye Ukrajna vesztesége óriási, mind ugye a fronton, mind ugye az első napokban, aki tehette, az kivándorolt Ukrajnába, azóta pedig igen busás összegeket fizetnek a toborzóirodákban, illetve a határák kelő helyeken, hogy megúszhassák a frontszolgálatot a férfiak. Tehát azt látjuk, hogy Ukrajna emberállománya a fogyóban van, a nyugati katonai segélyek elapadtak, főleg itt a tüzérségi lőszerek, nagy kaliberű tüzérségi lőszerekből van óriási hiány. És hát látjuk is az arconalon kialakult helyzetet, hogy szépen lassan megindultak az oroszok előre. Ha még nem is törtek át úgy kimondottan a fronton, tehát nem omlott össze az ukrán védelem, de ugye Avgyivka térségéből folyamatosan szorítják őket hátra, ahogy Kupjansknál is és egyéb területeken is az oroszoké a kezdeményezés. És akkor erre a hírre, vagy erre a helyzetre jött Emmanuel Macron, francia elnöknek az a Csodálatos felvetése, hogy akkor NATO csapatokat kell küldeni Ukrajnába, konkrétan szárazföldi harcoló alakulatokról beszélt. Szerintem ez egy stratégiai ugrás lenne, hát szerintünk meg egy halálugrás, és fölszólítok mindenkit, hogy most ne féljünk ö, bátornak lenni, itt a gyávaságnak nincs helye. Hát nem tudom, tehát ö, orosz atomcsapás magunkra kérni, magunkra vezetni, az mennyire bátorság kérdése. Aztán jöttek is persze mindenféle cáfoló nyilatkozatok a többi NATO tagország részéről, hogy nyilván nem küldene senki se Macronon kívül alakulatokat. Egyedül a cseh elnök mondta, azt, hogy ezt meg kell vizsgálni. Illetve Szerbia elnöke azért felvetette, hogy ő se tartja ezt ugye lehetetlennek, ha megnézzük az eddigi folyamatokat, tehát amióta ugye kirobbant a nyílt háborúskodás. Azért mondom így, ugye, mert már nem csak 22-ben kezdődik ez a konfliktus, hanem gyakorlatilag ugye 14-től. De hogy megállapítja Vucic, hogy korábban is azt láttuk, hogy bedobnak valamit a médiába, egy hírt, és azt mindenki ugye lehetetlennek tartja. Például ilyen lehetetlennek tartották a közvetlen katonai segélynyújtást, tehát hogy haditechnikai eszközöket adjanak át Ukrajnának ezt mindenki legyintette erre, hogy úgyse lesz ilyen, majd először elkezdték nyilván a leselejtezett, letárolt eszközöket átadni, majd később konkrét nyugati haditechnikát is adnak át ugye az ukránoknak, és erre mondja úgy is, hogy a konfliktusnak a logikájából következően nem kizárható, hogy egyszer csak elkövetkezik az a pont, amikor nyíltan lesznek jelen fegyveres alakulatok Ukrajnában. Ezt azért mondom hogy nyíltan szintén, mert hogy egyértelmű, hogy már jelen vannak. Tehát ha csak abból indulunk ki, ugye, hogy CIA bázisokat üzemeltetett az USA, hírszerzési információkkal látja előket, akkor ugye a katonai tanácsadók, magasrangú főtisztek jelenléte is egyértelmű. Ugye szintén a héten volt botrány, hogy lehallgattak ugye német vezérkari tiszteket, főtiszteket, ugye, akik a Taurus rakétáról beszélgettek, hogy hogyan lehetne ezt Ukrajnának leszállítani, itt logisztikai, kiképzési, működtetési problémákról beszéltek, és konkrét célpontként a Kercsi hidat nevezték meg, ugye a Krími hidat, hogy azt kellene lerombolni. Tehát nyugat már nyakig benne van az orosz-ukrán konfliktusban, enélkül is. Nem véletlenül mondja azt Macron, hogy szárazföldi harcoló alakulatok küldésére, van a napi mert hogy ő is tudja, hogy egyébként kiszolgáló személyzet vagy hírszerzési személyzet már jelen van. Tehát ne gondolja senki azt, hogy mondjuk egy patriot légvédelmi üteg, ugye, ami radarkomplexumból áll, vezérlő egységből, vagy a konkrét rakétaindító egységből, hogy azt ott ukrán katonák irányítják, ugyanúgy a többi nyugati eszköznél is felvethető, hogy hát ezekre nem lehet kiképezni egy-két hét alatt ugye személyzetet. Minimum a egység parancsnoka az nyugati, illetve hogy a kezdet-kezdetén, amikor átadják ezeket az eszközöket, ott élesben képzik ki erre az ukrán személyzetet. Tehát igenis a nyugati haditechnikai eszközöknél, ezeknél a fejlett rendszereknél biztos, hogy vannak voltak jelen Nyugati katonák, itt kimondottan ugye a szárazföldi harcoló katonákon van a hangsúly, hogy azokat küldene-e a NATO. És ugye beszéltünk korábbi adásban arra a NATO hadgyakorlatról, ami ugye jelenleg is zajlik, és a nyár elejéig fog is zajlani. Ugye csak visszautalnék rá, hogy ez egyre élesebb, most jönnek bele azok a motivumok, azok a gyakorlatok, ami egyre több országot fog belevonni. Itt ugye több kisebb hadgyakorlatról beszélünk, kinek vannak Magyarországon, és nézzétek meg azt az adást, hogyha bővebben érdekeltiteket, de mutatja, hogy a konfliktus egyre inkább eszkalálódik. És hogy miért dobja be Macron, vagy bárki ezt a témát, illetve miért mond még egy erősebbet, mint az eddigi álláspont, tehát nagyon egyszerű, tehát a híreknek most már van egyfajta információs hatása is, tehát információs hadviselés is zajlik, Ugye ilyenkor, amikor bedobnak egy ilyen hírt, akkor felmérik az adott társadalomnak a reakcióját, tehát mondjuk az ellenségnek a társadalmának a reakcióját is, illetve annak a katonai vezetésének a reakcióját is, megnézik a saját társadalmi reakciókat is, illetve hát a szövetségeseknek a reakcióit, reakcióit is, mind társadalmi, mind vezetési szinten. Tehát ezeket egyfajta tesztként bedobják, egyébként a magyar belpolitikában is nem egy ilyen hírt látunk, amit szerintem kiszivárogtatnak, bedobják a sajtóba, és akkor megnézik, hogy ki mit reagál rá, az emberek mit reagálnak rá, és hogyha nagyon nagy ellenállásba ütköznének, akkor egyszerűen csak azt mondják, hogy hát ez kacsa volt, ez egy fake news, mi nem is akartunk ilyet, bocsi, és letagadják az egészet. Tehát itt is látunk egy hasonlót, illetve azért az embereknek a tűrés küszöbét, az inger küszöbét, azt folyamatosan bővítik kifelé, úgyhogy ennek is lehet egy ilyen hatása, hogy miért pont most áll elő Macron ezzel ami terv egyébként nyilvánvalóan a harmadik világháborút vetíti elő. Az oroszok egyből reagáltak is, hogy hát végre tudnak hajtani egy csapást, átívelően Európa többi országán, Franciaországra is akár, úgyhogy egyértelmű, hogy nem maradna ez a lépés orosz válaszcsapás nélkül. Szintén ide kapcsolódik az a hír, hogy Magyarországot megfenyegette, hát azt lehet mondani, hogy Ukrajna ugye, már az elnöki stábból, az Ajdar volt parancsnoka beszélt arról, hogy Magyarországot meg kellene szállni, és hogy milyen pikpak elsodorná a milliós ukrán hadsereg ezt a 30 ezres magyar honvédséget. Hát most akkor felvetődik persze a kérdés, hogy ez igaz-e, nem igaz-e, majd a magyar honvédség állapotáról külön adást terveztem, hogy ott Mik uralkodnak, illetve hogy miben van előrelépés és miben vannak lemaradások. De nyilván már itt a létszám különbség is indikálja, hogy valamilyen szinten igaza van abban ennek a volt parancsnoknak, vagy jelenlegi parancsnoknak is, hogy azért látjuk, hogy Ukrajna erősebb. És akkor felvetődik, hogy akkor ebben a háborúban mi Magyarország érdeke Ukrajnával kapcsolatban. Tehát, hogyha ilyen politikai vezetés van a szomszédos országunk, élén, hát akkor nem egyszerű az a magyar érdek, hogy ez az ország ne is létezzen, vagy ebbe a formában ugye ne létezzen. Uh, hát itt ugye szintén most mutatott be Medvegyev egy térképet ezen a héten ugye Ukrajna felosztásáról. Kegdete az bőv skorkovadítélé Ukrajiny szkázal, hogy Ukrajna ez a Rosszíja. ez a koncepció, amiben láthattuk, hogy milyen területek hova kerülnek. Gyakorlatilag az előző adásnak a Kárpát ajás is ugye erről szólt. Nem beszéltem össze egyébként a Kremmel, meg nem is arról van szó, hogy itt az orosz propagandát mondom fel. Nyilván azért foglalkozik ezzel most mondjuk a orosz propagandagépezet is, a Kreml is, meg maga Medvegyev is, mert ennek most van aktualitása. Akkor volt nyilván amikor megtámadták Ukrajnát, aztán látták, hogy azért ez kemény dió. Most pedig látják, hogy ismét átvette a fronton a kezdeményezést az orosz haderő. Nem fognak megállni, ezt már ők tudják, és akkor valamit kezdeni kell ezzel az országgal. És ezt a folyamatot látjuk mi is innen, Magyarországról, és ezért beszélünk erről, nem azért, mert hogy ez orosz propaganda lenne. Még akkor is így van, hogyha ez egyes nyugati szempontú elemzőknek nem tetszik, meg az USA elemzőinek nem tetszik, meg a CIA-nak nem tetszik, ez a realitás jelenleg. Aztán persze fordulhat a, a hadi szerencse, meg lehet ebből még akármi is, de az, az azért látszik, hogy az oroszok nem fogják feladni, és mennek előre. És amikor arról beszélünk, hogy mi a magyar érdek, akkor itt jönnek majd mindenféle hozzászólások, hogy jaj, hát Kárpátalja esetén az előző adásnál is, hát most miért van arra szükségünk, ott egy ilyen nyomortanyát ugye átvegyünk, meg alig lakik ott már magyar, stb. 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 Jönnek ezek a kicsinyes, alacsonyrendű érvelések. Egyébként, ha jól emlékszem, szóval a második adás volt ugye a örmény azeri konfliktus a hegyi karabak helyzetének az adása, amiben erről beszéltem, tehát a revízió hogyan tud megvalósulni, milyen feltételekkel, és hogy hogyan történt ugye ez a hegyi karabak esetében. Nem akarom magamat ismételni, akit érdekel, nézze meg azt az adást is. Úgy néz ki, hogy most ez az adás egy kicsit ilyen összegző adásként és sok visszautalok, de érdemes ezeket az adásokat is tényleg visszanézni, mert próbálok olyan szempontokat mondani, amit nem veszítenek aktualitásukból, és ezáltal akár örökérvényűnek is tekinthetőek, vagy legalábbis jó pár hónapig meg lehet őket nézni, ami szerintem ritka, tehát én nem feltétlenül egy olyan ö, kvázi elemző adást szeretnék, meg olyan műsorterveket, amik már egy hét múlva nem érdekesek, tehát most nem arról beszélünk itt, gondolom már hallja, látja mindenki a 8-9. adás környékén most. Kupyansk mellett ott van egy kis falucska, és akkor azt most hogy kerítik be, és hogy nem, vagy hogy foglalják el az oroszok, meg hogy védik meg az ukránok. Van egyébként ennek is tanulsága, tehát hogy hogyan alakul át nyilván a támadó-védekező harcmodor, de én inkább összefüggéseiben szeretek erről az egész kérdéskörről beszélni. És ezek a kicsinyes hozzáállások, hozzászólások miből fakadnak? Hát szerintem abból, hogy ezen hozzászólóknak nincsen már meg a tradicionális identitásuk, ezeket elvesztették, ugye a liberalizmus azt mondja, hogy ezek a tradicionális identitások, mint a vallási, fai, nemi, nemzeti, kultúra és stb. identitások, ezek csak emberi kreációk, ezektől meg kell szabadulni, fel kell szabadítani az egyént ezektől a kreációktól, meg kell ezektől szabadulni, ezek a régmúlt csökevények, és akkor ilyen csak individuális szempontok szerint kell élni az életünket, mint egy fogyasztó birka. És akkor így születnek azok a hozzászólások, hogy minek nekünk revízióba gondolkozni, mi az, hogy Magyarország érdeke, meg a tehetném, én már rég elhúztam volna a nyugatra, mert ott jót lehet keresni, jó lehet keresni, stb. 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 Tehát a lényeg a fogyasztás és az élet élvezete ezeknél az embereknél, és amikor ők vetik fel mondjuk egy nemzetnek az érdekét, vagy hazánk érdekét, akkor ezt egy kiterjesztett individualizmussal teszik, tehát nem valódi közösség alapú szemlélettel, hanem az ő kicsinyes nézeteit vetíti rá mindenkire, tehát hogy mindenkinek legyen lehetősége jól érezni magát, fogyasztani, gazdagnak lenni, csak hedonizálni, és más egyéb felsőbb szempont nincs is, tehát egy ilyen fogyasztói ösztön lény szerűen éli át nem csak magát, hanem az országot is, tehát számára mondjuk egy közösség az ilyen individuális egységekből áll, egymástól elszeparáltan, és amikor felveti azt, hogy mi lenne az érdekünk, akkor az lenne az érdekünk, hogy ezt kollektíven tegyük meg ezt a hedonizálást, és aki ezt veszélyezteti, az valami alávaló gazember, aki a középkorban él, hogy még itt mindenféle eszméket vet fel, meg úgymond letűnt régmúlt ideológiákra hivatkozik, mert szerintük ezeknek már a jelenkorra nincsen relevanciája, ugye így fogalmazzák meg. És van egy másik szempont, hogy ezek a személyek konformisták, tehát hogy mi felvetünk egy, még egy igazságot, de ezt az igazságot már nem képviseli senki, akkor a szemükben mi egyszerűen luxerek vagyunk, mert hát miért vetünk fel olyat, amit már senki nem képvisel, meg ez egy ilyen vesztes álláspont. Tehát ők olyan lázadók, hogy mindig a mainstream álláspontot szeretik elfogadni, mert hát ezzel szemben a mi lázadásunk, ugye az a modernizmussal szembeni lázadás. Ez egy kis off-topic volt itt a geopolitikai, külpolitikai, biztonságpolitikai adásunkban, műsorunkban, de muszáj erről is beszélni, mert ezen eszmei szellemi alapállásról érthető meg a mi gondolkozásunk, legalábbis az enyém a 60 év áram, ifjúsági mozgalomé, és remélem, hogy itt a kedves hallgatók, nézők többségének is ez az álláspontja. Tehát, ugye mi azért magasabb rendű álláspontokat szeretünk felvetni, nem ilyen kicsinyes fogyasztói magatartást képviselünk, és hát Magyarország érdekeit pedig ide csatoljuk be. Tehát van egy erős nemzeti identitásunk, mi ugye a rég múltra büszkék vagyunk, egy erős Magyarországot képzelünk el, ami nem sovinizmus, Szerintünk a környező népeknek is az lenne az érdeke, hogy újra egy egységes kárpát medencéi országban éljünk együtt, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy itt a magyarság elnyomja őket, sőt nem ezt jelenti, mert nem azt jelenti, hogy akkor most mindenhova harckocsikkal kell, haderővel kell bevonulni, hanem azt jelenti, hogy az egységes Magyarországot, Kárpát-medencét akár egy szövetségi rendszerben is el tudjuk képzelni, lévén, hogy most ugye jelenleg nincs is arra realitás, hogy a királyságot ilyen formában ténylegesen visszaállítsuk. Ezt is máshogy szoktuk felvetni, mármint a monarchizmus, a királyságot, de most már ebbe tényleg nem menjünk bele, mert akkor nagyon ö, szétfeszítjük az adás kereteit. Na de a lényeg a magyar érdek Ukrajna vonatkozásában. Tehát egyszer van a medvegyevi teljes felosztás, amikor nem marad Ukrajnából semmi, ugye mutatott egy ilyen térképet is, meg mondjuk legyen az a végső pontja ennek a szkenáriónak, egy olyan verziót nézzünk meg, amikor ugye most befagy a front, az arconal már nem mozdul, és a jelenlegi adottságokkal történik egy békekötés. Na hát szerintünk az utóbbi lenne a legrosszabb, ugyanis az azt jelenteni, hogy kormányon marad ez a Zelenski féle rezsim. Látjuk, hogy kik nyilatkoznak a nevében, hogy akik Magyarország megszállásáról is beszélnek, és hát ez nyilván ez nem jelenteni a magyar érdeket, tehát Ukrajna területi integritása nem magyar érdek, még úgyse, hogy a jelenlegi formájában megmaradjon, tehát a Krím, Luenz, Donetsk stb. nélkül nem maradjon meg, mert látjuk, hogy kikirányítják ezt az országot. Tehát nekünk igazából az lenne az érdekünk, ha tényleg sikerülne demilitarizálni ezt az országot, és egy másik kormányzat jönne, ami belátja azt, hogy mondjuk nem éppen NATO és EU kompatibilis az, hogyha fenyegetik Magyarországot. Azt pedig megszűnne ez az ország, mármint uh, Ukrajna, azért se hullatnánk könnyeket, bár persze a geopolitikai realitás az, hogy tényleg, mint ugye szintén előző adásban is beszéltünk erről, hogy kell egy pufferzóna Magyarország és Oroszország közé, illetve a NATO és Oroszország közé. Hát ennyi fér bele a mostani adásunkba. A következő adást azt a sorkatonosság kérdéskörének szeretném szentelni egy hét múlva jelenkezünk, megszokhattátok már, hogy így vasárnap kerülnek ki ezek az adások, nyilván pár nappal előtte szoktam felvenni. Iratkozzatok föl a Youtube csatornánkra, adótok egy százalékát, az pedig a ajánljátok fel, ha még szeretnétek ilyen műsorokat nézni, Duogládira fizessetek elő, most jelent meg a legújabb lapszámunk, illetve írjatok hozzászólást, de csak akkor, bár aki már eddig, ezen túl van, hogyha meg is néztétek a kicsinyeskedő, beszóló, trágár hozzászólásokat is sajnos kimoderáljuk, úgyhogy csak okos, érvelő hozzászólásokat szeretnénk látni. Például most ebben a témában, hogy szerintetek hova eszkalálódik még az orosz-ukrán háború, elkövetkezhet-e az a pillanat, hogy ténylegesen harcoló alakulatokat küldjön a NATO Ukrajnába, vagy nem fog bekövetkezni, várom az okos, mindenre kiterjedő érvelést. Köszönöm, sziasztok fel a győzelemre!